Sziasztok! Kaposvár új ese, gyerek mérkőzés, ráúszás, elhoztuk a labdát, és még nem eléggé készültem a mérkőzésre, tehát a nevekkel gondba leszek. Megpróbálom leközvetíteni a mérkőzést anélkül. Az első meccsen a serdülők 23-3-ra nyertek, úgyhogy valószínűsítetlen itt is egy ilyen mérkőzésről lesz szó. Kaposvár elap, első támadás, felső kapufára csattan a labda. Tízes játékosunk lőtte. Kapufára. És támadhat a Kaposvár, de csak félpályán jutnak. Egyelőre. Letámadunk, labdaszerzés. Hát ez könnyen ment. Megúszunk. Át a túloldalra. 3-2, üres szituáció. Lóba. Még üres. És nem tudjuk bedobni. De nagy nehezen. Csak összehoztuk. Tehát 1-0-ra vezet a csapat. És 6-48 van vissza az első negyedből. Aha. És... Ladányi Zalán a góllövőnk egyébként. Jöhet a Kaposvár, de nem nagyon tudnak elmozdulni a félpályáról. El se indulnak szinte. Most közel érnek a kapunkhoz, de már csak 9 másodpercük van, 7. El kell, hogy dobják. Távoli lövés. Nagyszerű védés kapusunktól. Bocsánat, itt a nemekkel nagyon nagy bajban vagyok. Lehet indítani. Jó a labda? Nem jó a labda. De még így is jó, mert a Kaposvár... És... Kaposvárják meg szerzik, 2-1-ben vannak. Nem, megoldjuk. Igen, víz alatti labda, valóban. Sajnos elpackáztuk ezt a nagy lehetőséget. Úgyhogy jöhet a Kaposvár. 1-0 eddig az eredmény. De már meg is szereztük a labdát. Nem sokáig tartott a kaposvári. Aha, kontrát fújnak középen. Szabad dobás a Kaposvárnak. Meg is úszhatnak a szélen. Új, egy nagyon... Kapusát tudom, most még egy passz. Ajjajjajjajj. Ezt elszúrták, úgyhogy megszereztük a labdát. Fölpassz. Ötös se. Az első gólunk szerzői Ladányi Zalán ismét, ha jól látom, megküzd, és felső kapufára tolja. Hát, 2-0-ra vezetünk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy izgalmasabbá tegyük ezt a mérkőzést. Tehát 2-0 az állás, és 5 perc van hátra a második negyedből. 2-0. Ja, első negyed, bocsánat. Hülyeségeket beszélek, első negyedben járjunk még. 2-0. Támad a Kaposvár. Keresik a lehetőségeket. Bepasszolják középre. El kellett dobniuk, 3 másodperc volt vissza. De rossz lövés mi éltünk. Meg tudunk-e úszni? Nem, megúszni nem tudunk. Jól zár vissza a Kaposvár. Elhúzzuk a szélen. Igen, 1-1-be. Az igen, gyönyörű. 3-0, bocsánat most már. Ezzel a szép góla. 4-17 van vissza az első negyedből. És gyakorlatilag sort cserélünk.
körülbelül a fél idő közepén, vagy a negyed közepénél, az első negyed közepénél. Aki fönn volt, mindenki lemegy, és akkor jön az új gárda. Jöhet a Kaposvár. Letámadunk. Tizenkét másodperc van még a Kaposvárnak, hogy valamit csináljanak. Nagy Benő érekezett jól, aztán berakják centerbe, és kiharcol a Kaposvár egy kiállítást. Szabad dobásra jöhetnek, forva lesznek. Újraindul a támadó idejük, és 20 másodpercük lesz, befejezzék. Középre adják. Tudják elég gyorsan szerencsére járni a labdát. Át a túloldalra. 9 másodpercük, eldobják. Hatalmas védés a kapustól. Kaposvárnál a labda. És... hát ez gondolom annak is köszönhető, hogy a Kaposvár ellen megengedhetik maguknak a bírók is, sajnos, hogy ilyenek ráfújjanak. Na nézzük. El is végezték, bedobták egyébként. Na, most már jó vagyok. Na kérem szépen. Azt mondja, hogy... 8-assal Budai Csillag Dominik, ha jó, minden jól megy, és 9-essel középen kapja. Nagy Beni, Nagy Beni! Áthámozva lehet a kapu. Nem is tudom, gurult a labda, vagy csaszogott, de a kapus hátra tört nyúlni, ebből nem lett gól, marad a 3-1. Jöhet a Kaposvár. Ez a kisfiú is olyan kicsike, hogy szinte 4 évesnek néz ki. Ezért kiállít? Ezt nem is hiszem el, kiállítanak megint tőlünk valaki 13-assal. Kecske és Kristófot állítják ki, teljesen hihetetlen. Szaka Olivér ellen fognak most egy szabadobást. Jön a Kaposvár, forba vannak. Már csak 8 másodpercük van, viszont elég lassan adogatják a labdát, rádobják! És gyönyörűen véd kapusunk. Aha, fölmegyünk, már Szaka Olivérén a labda, gyönyörű ejtés. Gól, ez nem tartott túl sokáig. 4-1, 2-20 van vissza a mérkőzésből. Most sapkát kell majd fölvenni. Kaposvár elvégezte a kezdő dobást. Jó védekezés. Kecskés Kristóftól, hopp! És már is Nagy Beni szerez labdát, hátra adja a kapusnak. Hát, ha meg tudunk lógni. Fölpasszoljuk. Perccel. Frigyes. És már Szaka Olivér úszott meg, ő kapta a labdát, gyönyörűen még a kapust is kicserezi, és a teljesen üres kapuba vágja a labdát. 5-1 az állás, ezzel 1:37-re az első negyed vége előtt. Szép gólszerzés volt. És már is kialakul egy nagy arányú különbség az első negyedben. Attól tartok, ez csak nőni fog. Már az attól tartjuk, csak annak szól, hogy nem lesz túl izgalmas a mérkőzés. Aha, már is labdát szereztünk. Igen, Szaka Olivér szerez gyönyörűen labdát.
indít. Nagy Beninél a labda 9-essel, ő is egy cselt próbál, de nem is kell nagyon cselezni, hanem bevágja. A rövid felsőbe. A védővel együtt kapus se tud hárítani. 6-1-re vezetünk. 1-10-zel az első negyed vége előtt. Támad a Kaposvár, de labdát szerzünk. Kecskes Kristóf 13-assal. Fölpassz Nagy Beninek. Nagy Beni megcsinál egy csalt. Egyedül a kapussal, még a hátára ráugranak. Ebből csak 5 méteres lehet. Az is. Nagy Beni harcol ki egy 5 méterest. 32 másodperc az első negyed vége előtt. És... kiáll oda, 6-ossal Tőzser Iván a labda mögött, és bevágja a felsőbe, sima gól, 7-1-re vezetünk, 32 másodperce van az első negyedből a Kaposvárnak, hogy megpróbáljam valamit szépíteni az eredményem. Tehát egy támadásnyi idő van még, hogyha nem adják el a labdát, akkor övék lehet az utolsó támadás negyedben. Igen. Passz, passz, passz. Bepasszolják középre. Hopp, és ott Nagy Beni. És 6-os a Budai Csillag Dominik. Közösről majdnem labdászett. Aztán Nagy Dominik piszkálja meg az ellenfelet. Labdát szerzünk. És Nagy Beni már kapja is a labdát. Nagy Beni távolról ellövi, mert lejár a támadóidő. Így van. Nem lett gól, de így is 7-1-re vezetünk az első negyedbe. Maga biztos győzelem, és alig ha hiszem, hogy a Kaposvár bármit is hozzá tud tenni a játékhoz. Na egy kis szünet, ez kezdődik a második negyed. Hogy kell ezt kifotózni? Ezt az oldalt. Nézd, nem. Ha ide nyúlok hozzá, akkor se jó. Oda nyúlok hozzá. Döbben. Két szemek tenni nyugodt, hogy gondolk el majd? Mindjárt megpróbálom, hogy egyet fogok hozzá. A 14-e vannak? Nem, a 15-ös a Fráter Olivér, azt nem tudtam megfotózni. Jó, köszönöm. No, kezdődik a második negyed, a kezdőcsapat az úgy néz ki, hogy Fráter Olivér 15-össel, 2-essel Ladányi Zalán, 8-assal Budai Csillag Dominik, 5-össel, akinél most a labda van, Becker Zalán, 3-assal Szakó Olivér. Kapu ugye a Dávid Barna. Aha, passzolgatás.
Budai nál a labda, Szak Oliver kapja a szélen. Középen nagy mozgás, hát a túloldalra, és ebből a pillanatban sajnos lejár a támadó időn. Bőven belefért a Kaposvár jöhet, ezt egy kicsit ellazáltuk ezt a támadást. Aha, támad a Kaposvár. Igen, igen. Szabad dobást kaptunk a széléről. Egyre jól védekezünk, nem nagyon tudnak valamit kezdeni. 12 másodpercük van meg a támadó időből. Második negyed elején járunk, 7-1-re vezetünk. 4 másodpercük van, el kell dobniuk. Egy emelés. Megúszunk ketten is. Dávid Barna észreveszi, gyönyörűen felpasszolja. 5-össel Becker Zalán. Igen, csak beérik a védők. És nem sikerül kihasználnunk ezt a lehetőséget se, ugyanígy kezdődött az első negyed is, mint a második. Vezettünk az első negyed után, és a másodikből Kaposvár jöhet egy elpuskázott helyzetünk után, de most félpályig fel tudják passzolni a labdát, van még 15 másodpercük a támadó időből. Ketten még csak a félpályán vannak a az gyönyörű labdaszerzés! El is indulunk. Gyönyörű, gyönyörű, rávisz egy-egyből Kapusra. Hát ez új gyakorlat lesz. Így van, megvárja, hogy elsődje a Kapus, és finoman, nem erőből bedobja a 8. gólunkat. 8-1-re vezetünk. Fráter Oliver góljával. Kicsit még bebolyok a nevekkel, úgyhogy időnként majd. Érzett, tehát Fráter Oliver szenzációs labdaszerzés után 1-1-be vitte a Kapusra és bedobta 8. gólunkat. 6 perc van kereken vissza a második negyedből és már 8-1-re vezetünk. És ahogy így elnézem a mérkőzés alakulását, meg a serdülő meccset is, akik 23-3-ra győztek, ez a különbség csak nőni fog. Fráter Oliver próbál megint labdát szerezni. És egy kicsit ügyesebb a Kaposvári srác, de előrébb nem jut, óriási küzdelemben van. Fráter Oliver nem hagyja, a nagy nehezen most le tudja egy pillanatra rázni magáról. De Fráter Oliver nem hagyja magát, szépen rárakja a kezét a labdára. És Ladányi Zalán meg is szerezheti, hátraadjuk Dávid Barna Kapusnak, aki néz, hogy kit lehet megjátszani. Aha, bedobja most közép, de rossz helyre. Igen, és a Kaposvár meg is szerzi. Ez egy rossz passz volt, sok más jó helyre is lehetett volna passzolni, de összességében 8-1-nél belefér simán. Támad a Kaposvár. Aha, 3-2-ben vannak most a kaposváriak, 3-2-ben. Vajon ki tudják-e használni, és nem vesz észre, de észreveszi sajnos ott egy üresen Kaposvári játék. Enged! Kapufára, Kaposvári még egyszer összeszedné. Ajjaj, kiállítás nálunk. Hát én azt gondolom, ez már a meccs eredményének szól. 8-as a budai csillagot kiállítják. Előnyben a Kaposvár, ott vannak hatalmas blokk, kérem szépen. Ladányi Zalántól, és innentől már milyen kalapda, Szak Oliver gyűjti be. Hátra Kapusunknak, Dávid Barnának. Dávid Barna teszi. 5-össel ott van Becker Zalán, átdobja a túloldalra. Olivernél a labda ismét, és Oliver ismét egy gyönyörű szép gólt dob. Ezzel 9-1-re magyosítja az át, és 4 perc 27 van vissza a második negyedből. Úgyhogy még a fél időnél se tartunk, de már 8 gólos az előnye a csapatnak. Cselélünk, Nagy Beni jön be, és Szak Oliver megy le medencéből. Többiek maradnak fönt. Na, folytatódik tovább a mérkőzés. Kaposvár jöhet. Akkor lehet, hogy én számolok rosszul, de csak 8-1-et látok a táblán. Már is labdaszerzés, gyönyörű Ladányi Zalán szerez labdát. Kaposváriak alig tudtak pár haszt úszni felénk. Nagy Beni kapja a labdát a túloldalon, ő erős. És rádobja, és bele a Kapusba. Kaposvári Kapus véd egyet, ők jönnek most támadással, már félpályán tartanak, aztán följebb dobják, igen. Ott viszont jól fogadja Oliver a
védekezésben, de szabad dobást kapnak a kaposváriak. Igen, megpróbálják centerbe, és gyönyörű. Olivier halásszal a centernek szánt labdát, már kapusongnál van. Dávid Barnánál. Fölnéz, hosszú labda, gyönyörű. 12-es Milák Olivier, és egy óriási gól, Nagy Bené dobta a gólt. Milák passzából. És akkor úgy néz ki, hogy ezzel lesz 9-1 az állás, és 3-28 van vissza a második negyedből. Közben az ellenfélnél sorozatos cserék. Hát itt például éppen most az ellenfél kaposvárjáknál látom a 8-es számú játékost, aki szerintem a maximum 6-7 éves lehet testalkatra is. Úgyhogy az már veszélyes is, hogy egyáltalán vízben van egy ilyen vízilabda mérkőzésen. Aztán 2-es Ladányi Zalán szerzett labdát tőlünk, de szabálytalannak látta a bíró, úgyhogy jöhet a Kaposvár tovább. Fölpasszolják a labdát. Milák Olivér majdnem labdát szerzett, de lefújták szabálytalannak. Ellenberger, Ming Marcel viszont labdát szerez, a centert előzi meg. És már is a kapusunknál a labda. Dávid Barnánál, aki figyel, hogy kinek lehetne passzolni a labdát. Nem tudunk megúszni, illetve hát tévedek. Mert 5-össel Becker Zalán megúszik, mégiscsak megkapja a labdát kapusunktól. És gyönyörűen befejezi a támadást. Hopp, 11-1. Kicsit bajban vagyok itt az eredménye, mert megpróbálom a tábla alapján mondani, mert nagyon sok gól esik, de szerintem néha ők is lemaradnak. Tehát lényeg az, hogy most a tábla szerint 11-1-re vezetünk, és 2-45 van vissza a második negyedből. Aztán sorozatos cserék nálunk. Nézzük csak, ki megy le. Olivier megy le, 12-essel. Másik Olivér, a Milák Olivér is lemegy. 5-össel lemegy Bakker, Becker Zalán. És akik följönnek a helyükre, az 7-essel Perczel Frigyes. 4-essel Szebeni Dávid. És 6-ossal Tőzsér Iván jött fel a pályára. Óriási küzdelem középen. 4-essel Szebeni Dávid ellen fújtak. Kaposvárban még 10 másodperc, be tudják játszani centerbe. Csak egy sima szabad dobás kapnak. Ming Marcel védekezett jól a centeren. Távoli dobás, el kellett dobniuk. És úgy ítéli meg a bíró, hogy nem volt kapusvédés, hanem kapufa, úgyhogy jöhet a UVS-e, igen, és Tőzsér. Már hozzá is a labdát. Ming Marcelnek passzolja. Átdobja és a center kapja. Nagy Bani volt centerbe, megkapta, beforgatta az emberét. És emberrel együtt egy óriási center gólt dobott. Hagyva. Mi a szám? 12-12. Remélem hallottam. Mindent hallottam. Na és akkor a 12. gólunkat dobtunk. 12-1 már az állás. 1-55 van vissza második negyedből. Támad a Kaposvár. Jól védekezünk eddig. Megpróbálják centerben, de nem lehet átjátszani. Ming Marcel remekül előzi meg a centert, majd már is indítja Nagy Benit, aki meg tud úszni. Így van, nem fogják utolérni a kaposvárok, nem is nagyon igyekeznek. Így van, Nagy Bené, nem fárasztják magukat, és Nagy Bené megvárja még első, de a kapus is szépen beéti az üres kapuba. Ezzel 13-1-re módosul az állás. Az első negyedből. És 1-19 van vissza, az első második negyedből. Össze-vissza beszélek már, tehát a második negyedből 1-17 van vissza. És 13-re vezettünk, illetve Kaposvár. Hopp! 13-assal Kecske és Kristóf szerzett labdát, de szabálytalannak ítélték meg. Megpróbálják a centerből bejátszani, de ez rövid passz volt. Mindegy. Ugyanakkor 6-ossal kiállítják Tőzsér Ivánt a centerről. Hát ez szerintem csak annak köszönhető, hogy ennyivel vezetünk.
ez a kiállítás is. Kaposvár középről, lenget a kaposvári srác, elpasszolják, forba vannak, de egyáltalán nem tűnik föl, olyan lassan játszanak. Aztán megpróbálja a kezéből a kaposvári játékos a labdát, és 11-essel Gulyás Oliver sodorja haza a kapusnak. Elég sok Oliver van ebben a csapatban. Aztán fölpasszoljuk, középen Tőzsér Iván jött vissza a büntetésből, ő kapja a labdát, berakja. 13-as a Kecskés Kristóf, aztán már lesz szélére 11-es a Gulyás Oliver, lóba, vissza Tőzsér Ivánnak. Iván eldobja, mert lejárt vonatán, hogy időt egy kapufát találja el. 18 másodpercen a Kaposvárnak még a másik negyedből, hogy valamit szépítsen a helyzeten. Meg is kapja az egyik kaposvári játékos, nagy ügyjebben megtartja, Nagy Beni majdnem megszerezte tőle a labdát. Már csak 6 másodpercük van, de még csak a félpályánál tartanak. A legkisebb játékosuknál a labda még el se tudja dobni a kapuig. Megdobja középre, még ebben a pillanatban lejár a második negyed is. 13-1-re vezetünk, és most lesz egy hosszabb szünet. Az első fél idő után 13-1 az állás Kaposvár ellen ide. Jó napot, uram, mi a helyzet? Aha, nem, ez a gyerek. Nem, a serdből már volt? 23-3. 18-ig nulla volt. 18-0. Jó ez a Kaposvár. Egyedül? Nem. Ja, beszélget. Nem ül be a helyére, mert van egy olyan nagy sár. Majd gondolom, hallott a Bálint elmen. Igen. No, van. Igen. Volt egy ilyen csere. Homlőből, homlőből. Jó volt, hogy jó volt? Ki van? Kérdezem, hogy ki van? A Zoliban. Csak hogy mi volt ebben a már? Ezt nekem valaki elmondaná, mert lehet, hogy egyszer majd hogy megkérdezni, mert érted, nem érted, most egy évre elmez, és a semmiben nem volt, ahogy becsináltam. Hogy ebben mi volt a másik? Mert én nem bőlök a lányosató, ezért nem érted. Ezért lehet, hogy nem is kérdezni. Na mindegy, csak hogy csak érted, hát az ember, mert mit lehet, tudom... Lehet, hogy próbáltak ugrani, egyet csak nem jött be. Hát de mit akarnak? Hát itt is felnőttben játszik a gyerek, itt amíg mit akarnak fognak ilyen? Nem tudom. Én vagyok rosszul, szerintem itt megkapasztok, hogy minden. Sőt, valaki itt mondott, hogy elég nem csúnya mindehez, volt. Nem mindenhez. Hogy elég csúnya volt. Azt hallottam. De aztán, hogy jó, tudod, én nem tudom, csak én csak ilyen. Én sem. Mit mondtam, hogy ide dolgozó vagyok, akkor megjöttem. Csak hát, csak nem értem, hát megkapott minden esélyt. Az biztos. Előre biztos. Na tehát kezdődik a harmadik negyed, 13-re vezetünk a Kaposvár ellen, itt a gyerek mérkőzésen. Kezdőcsapatunk az úgy néz ki, hogy ezt mondja 7-esen Parcell Frigyes, 9-esen Nagy Beni, mellette 4-esen Szebeni Dávid, kapuba szerintem nem volt cserénk, így van, Dávid Barna maradt, 6-osa Tőzsér Iván, 11-esen Gulyás Olivér, és aki a labdáért úszik, 13-assal, Kecskés Kristóf. Na és most már csak a kezdő sipszorra várunk itt a 34 elején. Na most indul. Hopp, bedobják, és Kecskés Olivér elhalásza a labdát. Mit éltünk az első támadásra a 34-be? És 11-essel Gulyás Olivér hozza a labdát. Keresztpassz, Nagy Beni, Tőzsér Iván. Kecskés. Nagy Beni. Lóba, elobja és a vízre a kapufára pattan a labda. Az első támadásunk kimarad. Marad a 13-1 a javunkra. Nagyon bőven belefért ebbe a mérkőzésbe. Egy-egy ilyen kísérlet is, és jöhet a Kaposvár. Na, a félpályáig már eljutottak. Nagy Beni megy fogadni a labdás játékost félpályánál. Meg is akasztja a támadást. Igen.
Aha, gyönyörű labdaszerzés Nagy Benitől, hazapasszolja a kapusnak. És Dávid Barna néz, hogy kinek passzolhatná a labdát. 7-es perce Frigyes kapja itt a szélen. Elkezd felúszni. Középen megvannak a kaposvárják is védekezésbe. Tőzséri vállóba, bepassz középre. Nem jut el sajnos Szebeni Dávidhoz a lab, de megpróbál megküzdeni érte, de szabálytalannak látják. Úgyhogy szabad dobás. Igen, jöhet a Kaposvár előre. Marad a 13-1 a javunkra, 6 perc, 30 másodperc van még a harmadik negyedben. Hopp! 4-es Szebeni Dávid próbált labdát szerezni, szabálytalannak látták, szabadulás a Kaposvárnak. Aztán ugyanezt megkísérelte Kecskés Kristóf, őt is szabálytalannak látták. 2 másodperc van a Kaposvárnak! És egy, hát nem is tudom, egy nagyon furcsa ejtéssel megszerzi a második gólját a Kaposvár. Pontosan a Dudaszónál, mielőtt még lejárt volna a támad idejük. 13-2-re zárkoznak, ha lehet ilyet mondani. Nálunk pedig, ha jól látom, akkor Sorcsára, aki eddig fönn volt, mind lemegy, és akkor akik följönnek a pályára. 2-essel Ladányi Zalán, 5-össel Becker Zalán, de sok egyforma nevű játékos van ebben a gyerekcsapatban. Tehát Becker Zalán, Ladányi Zalán, azt jelenti 12-essel Milák Olivér, 10-essel Ming Marcel van fönn a pályán. Szakó Olivér 3-assal, ő kapja most a labdát. Szakó Olivér lopja a távolságot, messzire eldobja, és egy kontrát ítélnek a játékvezetők, illetve lehet, hogy azt jelezték, hogy a szabad dobást nem dobta föl Szakó Olivér, mielőtt elvégezte volna. Úgy jöhet a Kaposvár. Degusti nem tud meg szerencsére, úgyhogy előről kell támadást kezdeni. Becker Zalán próbálja zavarni a kaposváriakat, a félpénnel meg is állítja, aztán bepasszolják centerbe, ott Ming Olivér, vagy Ming Marcel, bocsánat, Olivér. Kint passzolgatnak a szélen. Dávid Barna épp egy kitornász a Újhegyjel, egy ejtés volt. Úgy látszik, az előbb jött az ejtés, most abban fognak próbálkozni. Aztán Dávid Barna már felpasszolni. Ladányi Zalánnál a labda elkezdett felúszni. Kaposváriak visszaérkeztek, tehát nem vagyunk forva. És igen, valószínű, ezt meg is lehetett adni, Becker Zalán ellen fújnak egy kontrát. Centerből. Jöhet a Kaposvár. Nálunk a labda még fél perc, gyönyörű szakolivér megelőzi az ellenfelét. Olvasta a játékot, már haza is adja a kapusnak, és jöhetünk egy támadással. Megúszni, és most sikerült. Föl tudjuk passzolni, nem? Ming Marcel passzolja föl, de rosszul sajnos. Ladányi Zalán megelőzi a kapus. Ezt most szépen megcsinálták a kaposváriak, hozhatják föl. De úgy tűnik nekem, mintha elfáradtak volna, alig úsznak. Pedig támadhatnának most egy emberforros lehetőséget, mert nálunk is lemaradt egy játékos, de nem nagyon erőltetik meg. Most kap egy szabad dobást, az egyik kaposvári bedobják, és ezt Szakó Olivér olvassa. Szaka megúszik, igen, megúszik, így van. Elől észreveszi Ladányi Zalán, aki egy... és igen, 5 méteres térőn szabálytalankodnak. Ladányi Zalán ellen, aki szerintem el is fogja végezni az 5 méterest. Hát kérem szépen, 13-2 az állás, és a harmadik negyedben azt hiszem még nem dobtunk gólt, ha jól emlékszem. Pedig a negyed fele már elment, de még is 13-2-re vezetünk. És a első kapufára ment, Ladányi Zalán büntetője, de szerencsére a kapus későn észlelte, és így szépen becsorgott a labda, úgyhogy ezzel megdobtuk a harmadik negyedben az első gólunkat. 14-2-re vezetünk, és 4 perc van még a harmadik negyedből. Tükörsíme a mérkőzés, mint ahogy gondoltuk is. Kaposvár most cserél egy párat. Na lássuk, mi lesz.
Fentől passzolják. Igen, nagyon jó. Próbálnak egy támadást kezdeményezni. Egyelőre távol a kapunktól, jól védekezünk. És már csak 7 másodperc támadjuk, már egész a fő. 7 másodperc, hát ez igen egy ilyen kósza lövéssel, de hát ezt kapacsunk simán fogja, és már keresi a fölpassz lehetőséget. 12-es a Milák Olivér, aztán bepasszoljuk elő, Szaka Olivér nyert egy-egy ütemet, és hiába ül a fején egy védő, védővel együtt beharcolja a labdát a kapus feje fölött, megdobja a 15. gólunk, a 15-2 és 3-21 van vissza a harmadik negyedből. És nekem úgy tűnik, mint a kaposváriak már alapból el is fáradtak volna, annak ellenére is, hogy nem túl nagy az iram ezen a mérkőzésen. Tehát 15-2-re vezetünk, 3-20 van vissza a harmadik negyedből, és jön a Kaposvár. Úgy látom, nálunk is volt egy csere, 5-össel Becker Zalánt hívták le. És ha jól látom, akkor 7-essel bejött Perccel Frigyes. Center paszt kette hatástalanították, de szabálytalannak érezte a bíró, hogy visszakapják a Kaposvár, egy szabad dobás. Aztán most ismét egy szabad dobás kap a Kaposvár. Kidobják a szélére. Vissza, 3 másodpercük van. Azaz, gyönyörű szerelős volt. Milák Olivér szerezett labdát, és már indítja másik Olivért itt a szélen. Aki el is úszik, nem tudják utolérni, közel viszi. Ja, itt de szépen átpasszolná, de erre már szerintem nem számított Szaka Olivér, aki viszont a rossz paszt megszelidíti, bemegy, 3 ember között, és kivédekezik a kaposváriak valahogy. Jó, ezt most megúszták nagyon. Jöhet a Kaposvár, és marad a 15-2-es vezetés, de hát nincs esélyük. Ha nem is nagyon mennek a fáradtságot arra a kaposvárják, hogy felusszanak. És ott igen, gyönyörű labda szerzés egyébként. Perccel Frigyes szerzett szenzációs a labdát. És már föl is passzunk, Szaka Olivér van, tükör simán üresen a kapussal szembe, és gyönyörű az a mozdulattal eldobja a kapus mellett, 16-2-re módosítva az állást. És 1-54 van vissza a harmadik negyedből. Bíró pedig kikéri a labdát. Azt egyre nem tudjuk, hogy miért. Ezen közben kihasználjuk a lehetőséget és cserélünk, ha jól látom. Akkor Szaka Olivér megy le, az biztos. És 8-assal Budai Csillag Dominik jön be. Na lássuk, kaposvári támadás. Kevesebb mint 2 perc van a harmadik negyedből. Szépen próbálkozik a kaposvári srác, de csak egy szabad dobás kap. Ha, egy nagyon kis fiú a kaposvári, itt próbálják centerbe bejátszani, de hát gyönyörűen védekezett még Marcel. És a kipattanó már is a kapusunknál van. Megúszás? Talán igen. Perccel Frigyesnél a labda. Észreveszi, hogy Ladányi Zalán egy kar hossza előrébb van. Ladányi Zalán és hátulról kérik a kezébe, 5 méteres kapunk. Ladányi Zalán ellen elkövetett szabálytalanság miatt. És hogyha jól látom, akkor 12-esen Milák Olivér fogja elvégezni a büntetőt. 16-2-re vezetünk, 1-19 van vissza a harmadik negyedből. Na lássuk. És be is vágja annak rendje és módja szerint, tehát 17-2-re módosul az állás. És közben azt látom, hogy 17-2-re vezetünk az ellenfél ellen, tehát tükörsimán, és mégis 2-vel több kiállítása van, kiállításunk van, mint a kaposváriaknak. De hát ez lenne a legnagyobb probléma. Picit próbálnak a bírók kompenzálni, szerintem.
ezen a mérkőzésen. Igen, 8-assal Budai Csillag ellen fújnak egy szabaddobás, de ő meg is szerzi a szabaddobás után, nem tudják átejteni fölötte. És most már nézheti, kereseti a paszt, nagyon szép paszt Ladányi Zalán fölé. Ladányi Zalán mehet. Nyakában egy kaposvári játékossal, így is beforgatja. De hangsúlyozom, ez valószínűleg az eredménynek szól csak. Zalán szó szerint fejen vágja Milák Olivért a labdával, aki később reagál, de ráhúzza a labdát, és ezzel 18-2-re módosítja az állást. 47 másodperc van vissza már csak a harmadik negyedből, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy vezetés. Közben nézzük csak, kiket hívnak le. Ladányi Zalánt lehívják, 12-essel Milák Olivért is lehívják, és 15-össel Hoffer Olivért is lehívják. Helyettük 13-assal Kecskés Kristóf jött be, Ming Marcel 10-essel, és 9-essel Nagy Beni is visszajött a pályára, azaz a medencébe, bocsánat. És Nagy Beni próbál mindjárt labdát szerezni, egészen kitolja, visszatolja a saját térfelére a kaposvári játékost. Nem is nagyon tud mit kezdeni ezzel, Nagy Beni még tolja, már majdnem a saját kapujánál van a kaposvári kisfiú. Megsajnálják, a bírók kap egy szabaddobást, aztán föl tudja dobni a félpályáig. De már csak 9 másodpercen a Kaposvárnak a támadásból. És nem tudják hova adni. Így van, a centeren kettőnk is van, illetve Ming Marcel gyönyörűen védekezett a centeren. El is lopja a labdát már a kapusunknál. Megúszni nem tudunk, erre most nagyon figyelnek a kaposváriak, hogy legalább ilyenből ne... És majdnem egy jó védekezés, de Nagy Beníg eljut a labda. Aztán ráfekszenek egy picit, így van, kap egy szabad dobást. Hopp, a kaposvári kisfiú elalszik. Nagy Beni ezt ki fogja használni. Lejárt a negyed, nem figyeltük az órát. De tükör simán belefér a mérkőzésbe, 18-2-re vezetünk, úgyhogy ezen ez nem, ez, nem, az nem szoros, hogy most ezt itt nem fejeztük be lövéssel. Tehát kis szünet és kezdődik az utolsó negyed, 18-2-re vezetünk a Kaposvárára. Nos, kezdődik a negyedik negyed. Tükör Simon 18-2-es vezetésnél, tehát nem egy körömrágos mérkőzés. Kezdő csapatunk a negyedik negyedre, az úgy néz ki, hogy 7-essel Perczel Frigyes, 4-essel Szebeni Dávid, 9-essel Nagy Beni, és most kapuba cserélünk. 14-essel Makra Levente jön be az utolsó negyedre. 6-ossal Tőzsér Iván, 13-ossal Kecskés Kristóf, és aki a labdáj rúszik, az pedig 8-ossal Budai Csillag Dominik, aki el is hozza a labdát. És már Tőzsér Ivánnál a labda. Az első támadást megint mi vezethessük a negyedik negyedbe. Igen. Szebeni Dávid. Aztán bepróbáljuk Nagy Benének centerbe. Rossz
és beúzza a labdát, miközben a kaposvári back asszisztál ehhez. 19-2-re vezetünk ezzel a center góllal már, Nagybeni center góljával. És még csak fél perc telt el a negyedik negyedből az utolsóból, tehát a meccs végéig már csak 7,5 perc van hátra. Nagybeni próbál labdát szerezni. Dominik próbál valahogy labdát szerezni, szabálytalannak látják a bírók. Hopp, Nagybeni szerez kis hiány labdát, de nincs szerencséje, úgyhogy jöhet a Kaposvár. Igen, és most így emberforva lesznek. Rádobják, elkerül a kaput szerencsére a labda. Marad a 19-2, és most mi támadhatunk. Na, megúszni meg tudott 8-assal Dominik, de nem kapja a labdát, de 13-assal viszont Kecskés Kristóf megkaphatja, nincs rajta védő. Igen, Kecskés Kristóf benéz közé, hopp, és váratlanul rázúzza. Megvan a 20. gólunk, 22. A gólszerző 13-assal Kecskés Kristóf rövid felsőbe vágta a labdát. És 6.42 van vissza a mérkőzésből. Jöhet a Kaposvár. Hopp, Nagybeni szerez majdnem labdát, hozzáért, de egy kaposvári játékos tudja összeszedni. Messze vannak egyelőre a kapunktól. Lóbálnak, de ebből nem lehet lövés, szerintem kiadják. Nagyon lassan játsszák egyébként is a játékot. Lassan is passzolnak. Aztán Dominik ellen fújnak egy szabadulást. Dominik belepiszkál a labdába, és így meg is van a labda. Tőzsér Iván bent középen elhalásza. Mi jöhetünk támadással. Oké, Perccel Frigyes feldobja Nagybeninek. Nagybeni. Rajta most nincs védő, most érkezik egy védő, de lehet, hogy késő lesz már. Így van, így, és Nagybeni elrúgja. Felső kapufal belefért. Viszont a labdát Dominik szerzi meg, aztán kipasszolja Kecskés Kristófnak. Tőzser Ivánnál a labda közelebb jön, megtámadják. Ráütnek egyet a fejére, még egyet. Nem nagyon zavarja, és egy távoli lövés. Kecskés Kristóf vágta a hosszú alsóba a labdát. Megszerezve a 21. gólunkat, 21-2 és 5-37 van vissza a mérkőzésből. Szó szerint ez sem egy körömrágos mérkőzés, ezelőtt volt a serdülő meccs, ugyanúgy a Kaposvár ellen természetesen 23-3-ra nyertük. Itt egy 20 gólos különbség volt, itt is simán benne van ez mérkőzésbe, és már az ifi csapatunk készülődik a kaposvári fi ellen, ahol reménykedünk ilyen hasonló izgalommentes nagy győzelembe. Tehát most támad a Kaposvár utolsó negyedben. Berakják centerbe, öten ugrunk rá centerre, kap egy szabad dobást a centerük, kipasszolják, nem nagyon tudnak mit kezdeni. Távolról szint esélyük nincs, Nagybeni gyűri épp a kaposvári gyereket. És Dominik szépen besegít Nagybeninek, meg is szerzi. Nagybeni közben elindul. Egy az egyben nem fogják tudni utolérni szerintem a kaposváriak, így van. Ez tükörsima, vagy büntető, vagy gól, és Nagybeni nem bízza a véletlenre, azonnal bevágja a labdát. 22-2, ezzel kialakult a 20 gólos különbség a mérkőzésen. És a mérkőzésből még mindig vissza van, közel 5 perc. Nagybeni találatával pedig 22-2-re vezetünk a Kaposvár ellen, a gyerek mérkőzésen. Nagybenit le is hívják. És 11-essel Gulyás Olivér jön föl a medencébe. Támadhat a Kaposvár. Dominik próbál labdát szerezni. Belesípul a bíró, szabad dobás a Kaposvárnak. Lóba. De a labda nem tart a gólba, mert rá se dobják a Kaposvárnak. Na most! Ez egy gyönyörű reflexvédés volt.
Makra Leventétől, aki az utolsó negyedre állt be. Felsőből piszkálta ki egy reflex mozdulattal. De jöhet a Kaposvár, és újra kezdődik a támadó ideje. Nyertek egy kis időt kapunk előtt, nem kell uszkálniuk se. Igen, bepasszolják a centerbe, de gyönyörűen ölzi meg a centert Gulyás Olivér. És már jöhetünk kis a labdával. 13-asról Kecskés Kristófnál a labda, keresi a játszottársat, bedobja középre, Tőzsér Iván középen, de nyakán egy védővel. Tőzsér Iván próbál megjátszani, kap egy szabad dobást. Igen, kipasszolja a szélőre. Dominiknak, Dominik lóba, egy ejtés próbált megeladni. Ez nem volt jó próbálkozás, de 22-2-nél belefér a játékba. Jöhet a Kaposvár a kapuból. 3-40 van vissza a mérkőzésből. És néha az az érzésem, a Kaposvár játékosok még egy igazán nagyon se tudnak beledobni a labdába, nagyon esetlegesek a hosszú passzaik. Tőzserivel elfújnak egy szabálytalanságot. Bepróbálják rajta. A piszkál, csak sajnos visszakör a Kaposváriakhoz a labda. Ki a szélre. És egy távoli lövés. Igen, de ez szépen beleblokkol Gulyás Olivér a labdába, úgyhogy elhal a lövés kapusunk kezébe. Kénytelenek voltak a Kaposváriak már távolról előni, mert lejárt volna a támadó idejük. 3 perc van vissza a mérkőzésből. Mi támadhatunk? Kecskésnél alakul. Kecskés Kristóf próbálta berakni centerbe, ami sikerült is, de úgy látták a bírók, hogy szabálytalankodott Dominik, és ezért a Kaposvár jöhet a labdával. Fölpasszolják, Tőzsér Iván megy kifogadni a Kaposvári játékost, kiharcol egy szabad dobást az ellenfélnek. Kaposvár nem alad a labda, de már csak 8 másodperc támadó idejük van. Egy passz ide, egy passz ide, nagyon távolok el. Elsőbe belopták. 22-3. A módosul az állás. Ezt a szót már tudatosan nem használom, hogy feljönnek, mert hát 22-2-ről följön 22-3-ra az inkább megmosolyogtató. A lényeg az, hogy gól volt, 2-18-ra vissza a mérkőzésből, 19 góllal vezetünk, és most 11-es Gulyás Olivérnél a labda, megtámadják, megtartja, kap egy szabaddobást. Perccel Frigyest is lefaltolják, aztán Tőzsér Iván a labdával, Tőzsér Iván, ott hagyja a védője. Tőzsér Iván bepasszolná centerre, de centeren sajnos ketten is voltak kaposváriak, és meg is szerzik a labdát. Jöhet egy kaposvári támadás. Na hát, ilyen apró kérdések foglalkoztatnak minket, hogy meg lesz-e a 20 közte, mint a serdülőknél, vagy csak 19. Esetleg a 21 is lesz köztem, mert még az is belefér, 1-40 van vissza a mérkőzésből. Úgyhogy ilyen remek feladatok foglalkoztatják az embert ezen lett a meccsen. Óriási dobás, de 4-essel Szeberin Dávid óriási blokkol, majd lejár a támadó ide a Kaposvárnak, de a blokk miatt újraindul a támadó idejük. Középen megkapja egy Kaposvár, oda megyünk, így van, hárman szereljük. 5 többek között a szemből érkező Gulyás Olivér jó voltából a kapusunknál már a labda. 1-16 van vissza a mérkőzésből, megúszni nem tudunk, Tőzsériben kapja a labdát. Kaposváriak visszaértek. Nincs üres játékosunk a kapujuk előtt. De hát ráérünk, Tőzsériben se erőlteti annyira a felpaszt, inkább elindul ő meg a labdával. Körülnéz, lóba egyet, megpróbálj ejtést. Hát ez nem jött össze, kísérletnek nem volt rossz, bele is fért nyugodtan. 1 percen belül vagyunk, támadható Kaposvár. 22-3. Na most már érdekes kérdés, hogy meg lesz-e a közte 20, mint a serdülőknél, vagy marad a 19. Na, hogy találjunk valami izgalmat azért itt a végére. Ugyanis még lesz egy támadó ideje a srácoknak itt a gyerekmeccsen, hogy beérjék a serdülőket, kaposváriak, egy másodperc centerbe próbálják, berakják,
eldobják és mellé megy. Lejár a támadóidő is. Kapuból jöhetünk, na nézzük. Na most bedobja az UVS a labdát. Tőzsér Ivánnál egyébként őt támadják a saját térre. Hogy Tőzsér Ivánnak kicsúszik a kezéből a labda, de szerencsére közel van hozzá Kecskés Kristóf. Ő fölpasszolja négyes, hát igen. Ez bizony nem lesz meg. 5 másodperc maradt vissza, 22-3 mérkőzés. És ezt a kis külön meccset a serdülők nyerték most. Még eldobja a 22-3-ra nyert a gyerekcsapat maga biztosan. És ebben a pillanatban azt kell mondjam, hogy az Ifiken a sor, hogy ők is valami hasonló produkáljanak. Úgyhogy ennyi volt, sziasztok!